Rengetegen élünk a Földön, és természetes, hogy mindenki tudja, hogy ahányan vagyunk, annyiféle életet élünk. És mindenki mást akar. Nehéz kérdés, hogy hogy legyenek a dolgok, és jellemzően kétféleképpen szoktuk megoldani. Valaki erőpolitikát használ, és valaki kommunikációval szokott haladni. Bármilyen úton is szeretnék érvényesíteni az akaratunkat, egy biztos, hogy mindenkinek ugyanazt kell csinálni. Az nyer, aki közös nevezőre tudja hozni a környezetét. Ez az elsődleges dolog, hogy a helyzetet, amiben vagyunk, kezelhetővé kell tenni. Ha mindenki más és más gondol, és máshonnan közelíti meg a dolgokat, akkor lehetetlen az, hogy egy ötlet mindenki tetszésére tudjon jutni. Sokkal jobban megéri a környezetet felkészíteni arra, hogy majd mi következik, mint hogy bedobunk valamit, és sorsára hagyva esetleg széthúlik az ötlet, széthúlik az, amelyre szeretnénk menni. Nagyon egyszerű esetben egy családban is sokféle vélemény van, és akár csak egy nyaralásról is van szó, mindenki másképp szeret szeretne nyaralni, ritka az egyetértés. Akkor lesz jó a nyaralás is, ha mindenki egyet akar, ugyanoda akar menni, és ugyanazt akarja csinálni. Ez persze nem lehetetlen, de valakinek fel kell készíteni az egész családot, hogy pontosan egy irányba nézzenek, és egy irányba tudjanak haladni. A mai nap az év első szemináriumát tartom, és ilyenkor összegyűlik rengetegféle ember. Ez a sokféle ember sokféle célral jön ide, és teljesen más eredményekkel szeretne hazamenni. Természetesen lehet kategorizálni azt, hogy az eredmények hova sorolhatóak. Az is segítség, hogy egy szemináriumnak van egy konkrét címet célja, és ez nagyjából ugyanazokat a érdeklődésű embereket szokta összehozni. Ha érdeklődés ugyanaz is a sok embernél, akkor is teljesen más képességekkel bírnak, így ugyanazt a jó tanácsot nem tudja mindenki ugyanúgy értelmezni. Az első dolgom mindenképpen az, hogy azt a rengeteg gondolatot, azt a sokféleséget betereljem egyetlen mederbe, és abban a mederben úgy folyjon mindent, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Ezért kerülöm például a konkrétumokat, és inkább általánosítok, és minden szemináriumon úgy tudok fogalmazni az emberek felé, akármilyen konkrét kérdést is kapok, hogy általánosítok a szerint, hogy abból levezethető mindenki számára a saját kérdésére adott válasz. Tehát adok egy választ, és ahányan hallgatják, annyiféleképpen lehet azt érteni, de nem félrebeszélésként, hanem konkrétumokat is tartalmazva. Nem mindig könnyű dolog ez, viszont teljesen mindegy, hogy ezek után mit tanítanék, vagy mit mutatnék meg az embereknek, egyszerűen érthetetlen és használhatatlan lesz, hogyha ezt nem így csinálom. Nem hinném, hogy létezik olyan ember, aki ne került volna konfliktusba. A konfliktusok lényege, hogy különbözőség van, tehát nincs egyetértés, egyszerűen másképp látják ugyanazt az egy dolgot. Ha csak azt megtennénk, hogy megerőltetjük magunkat, és ugyanonnan nézzük ugyanazt a dolgot, csak idéglenesen, már is közelebb kerülnénk a másikhoz, így sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a mi nézőpontunkból is el tudjuk magyarázni azt, amit már az előbb megvizsgáltunk az ő nézőpontjából. Sosem az a lényeg, hogy igazunk legyen, hanem az, hogy tudjunk haladni. A haladás az életnek a motorja. Hát, ha azt szeretnéd, hogy a te gondolatod legyen az, ami a többieket vezeti valamilyen eredményért, és a többiek ezért hálásak legyenek, akkor először az ő gondolatukat kell megértsed, tehát először úgy kell gondolkozzál, ahogy ők gondolkoznak, és ha ez megvan, áttérhetsz talán a tiedre. Az én tapasztalatom egyébként az, hogy miközben megismerem más gondolatát, egyre inkább szívesebben változtatuk az enyémen, és létrejön valami közös gondolat, és a végül azt sem tudjuk, hogy kinek volt az eredeti ötlete, hogyha valami nagyon jót csinálunk. Szerintem ez természetesen sok mindenkinél így alakul, viszont hogyha felfedezünk az életünkben olyat, ahol nem alakul természetesen, na akkor érdemes kialakítani egy közös nézőpontot, tehát közös nevezőre kell jussunk. Ma egyáltalán nincsen konfliktus helyzet, ettől függetlenül, hogyha eredményességet akarunk, mondjuk egy kisebb társadalomban, akár egy csoportban, egy tancsoportban, egy munkahelyen, egy családban, bárhol a társadalomban, akkor fontos az, hogy legyen egy olyan leszögezett pont, amire mindenki rá tud nézni, és onnan mindenki el tud indulni. Nem mindig van az embernek ereje és kedve más nézőpontjába belehelyezkedni, és onnan nézni a dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy nincs rá idő, és csak elvacsérelt energia az, hogy más gondolatával foglalkozunk. De ha egy kicsit kiállunk az igazságérzetünkből, akkor madártávlatból sokkal jobban látható, hogy mindenki tulajdonképpen ugyanoda halad, csak éppen ma nem látszik az, hogy egy a célunk. Pedig legtöbbször egy a célunk. Ja, ennyi.